Itt a Szexádi Szőlőhegyen található az az óvoda, aminek a felújítására és átépítésére még 2018-ban nyert topos támogatást a város önkormányzata. Ezt egészítette ki a miniszterelnökség. A fejlesztéshez már elkészültek a tervek. Az ilyen szexártagokból álló gazdasági és városfejlesztési bizottság viszont hétfőn úgy döntött, változtatnának azokon. Szerintük ugyanis 15%-kal csökkenteni kellene a beépített terület nagyságát, és új árajánlatokat is kérnének be. Korábban hasonló történt a Szabó Dezső tervezett orvosi rendelővel is. Arra a fejlesztésre is az előző ciklusban nyert az önkormányzat pályázati pénzt. A beruházást abban az esetben az éjjel szexártagok is megszavazták, később viszont mégis akadályozni kezdték az építkezést. Először védett madarakra, majd lakossági tiltakozásra hivatkoztak, de szóba került az is, hogy avarkori temető található a terület alatt. Végül néhány napja le is állították a munkát, erről közgyűlési határozatot hoztak. Pedig korábban Ács Rezső, a város többször elmondta, hogy az államkincstár egyértelműen közölte, hogy a fejlesztésre csak azon a helyszínen az eredeti terveknek megfelelően kap a várospénzt. Ugyanezt hangsúlyozta néhány napja Szexárd Gazdasági Bizottságának korábbi elnöke is. A hatóság kimondta, hogy más helyet módosításra nem fogad el. Most megint állítólag van tíz újabb hely, ahol itt próbálkozunk, hogy hol lehetne megvalósítani, meg lehet, ha van rá pénz, de akkor ezt teljes összegében a városnak kéne állni. Hogy a Szőlőhegyi óvoda esetében engedélyezi a hatóság a tervek átalakítását és az eredeti pályázattól való eltérést egyelőre nem lehet tudni. A projektet viszont 2021 végéig el kell számolni, és kérdéses, hogy ilyen rövid ide alatt elkészül-e, ha még most kezdenek a terveken változtatni.